Szóval én is szeretettel köszöntök mindenkit, szintén a Modász nevében tudom ezt a köszöntést tolmácsolni önök felé, résztvevők felé. Nem tudom egyébként, hogy mi tegeződünk, szerintem itt inkább ugye, mint magázódunk, tehát köszöntelek benneteket ezen a rendezvényen, immár negyedik alkalommal. Ma az idei rendezvényünk, ugye, mint ezt már János a bevezetőjében elmondta, eltér a megszokott drogszakmai civil fórumoktól, egy konkrét projekt köré szerveződik, a drogszakmai érdekvédelem új útjainak keresése köré, vagy keresésével foglalkozó program köré. Én ennek a programnak főleg a kontextusát mutatnám be, illetve nem csak a program kontextusát, hanem ezeknek az új érdekvédelmi intézményeknek a kontextusát, tehát egy picit szélesebb horizonttal beszélnék, mint amit az Ákos itt megnevezett, tehát nem a projektet mutatnám be elsődlegesen, hanem egy szélesebb kontextusban helyezve. Nem fogok újdons pillanat, melyiktől megy? Valaki tud nekem segíteni? Hát nem megy arrébb a diánk. Addig is mondanám, hogy hát kilépünk, igen, ez is egy jó megoldás, és akkor vége is az előadásomnak. Én egyébként épp azt akartam ígérni, hogy rövid leszek, hiszen nem szolgálok semmiféle újdonsággal. Nyilván mindannyian, ugye az egyik lehetőség az, bocsánat, a telefonom, kapcsolat kell telefonomat, légy szíves. Tehát nyilván napokig tudnánk mindannyian sorolni azt a kontextust, ami megteremti ezeknek az új intézmények a létrehozásának a szükségességét. Ugye ez az egyik lehetőség, hogy akkor most összeköltözünk, és erről beszélgetünk. Nyilván lesz erre még módunk, hogy hosszan átbeszéljük ezeket a dolgokat, és szoktuk is átbeszélni. Én most inkább csak éppen azért, mert mindannyian tudjuk ezt, és mert annyira hosszú a sora azoknak a jelenségeknek, amik indokolják ezeknek az intézményeknek a létrehozását, csak felvillantásszerűen mutatnék be néhányat. Három dologról beszélnék. Egyrészt ezeknek az intézményeknek a társadalmi kontextusáról, ami ugye egyben az intézmények létrehozásának az indoklását is jelenti. Itt két dologról kell, hogy szót ejtsünk. Egyrészt arról a nem új keletű dologról, hogy a drogszakmai civil szervezetek egy kirekesztett társadalmi csoport segítői. Nyilván ezt mióta a területen dolgozunk, mindannyian érezzük a saját bőrünkön, és másrészt kell beszélnünk azról a kedvezőtlen szakmai politikai környezetről, ami az utóbbi években a drogszakmai szervezetek munkáját meghatározza, körülveszi. Itt négy ilyen tényezőt soroltam föl, de nyilván ezeknek a listája is bővíthető lenne. Ilyenek a forrás csökkenés, a kormányzati szakmapolitikai prioritások hiányosságai, illetve sajátosságai, a drogügyek államigazgatási reprezentációjának alacsony szintje, a koordináció alacsony érdekérvényesítő képessége, illetve az államigazgatás és a szakmai szervezetek közötti kommunikáció hiánya, de hangsúlyozom, hogy ezt a sort is nyilván bármelyikötök tudná folytatni. Konkrét előzményét jelenti a projektnek, illetve ennek a két intézménynek a civil stratégia, amiről itt Ákos már beszélt, ez is ugye azt jelzi, hogy nem teljesen új jelenségről van szó, hiszen már a civil stratégia megfogalmazása került 2009-2010 tájékán ezen két új érdekérvényesítő intézmény létrehozásának a szükségessége célként fogalmazódott meg. És a harmadik az, amit itt Ákos beharangozott, hogy magáról a projektről, ami a megvalósulás kereteit adja, ejtenék néhány szót. Nem? Nem mondjátok, és nincs technikus, aki? Aki segítene, igen. Így, akkor, így, jó, lesz ez így, hogyha nem lépegetek mindig?
Először ugye erről a szélesebb társadalmi kontextusról ejtenék szót. Ugye nem először beszélünk erről, azon túlmenően, hogy a bőrünkön érezzük. 2011-ben a Madász szervezett erre egy szekciót az átbeszélésére, tehát tényleg csak jelzésértékűen mutatnék néhány diát erről. Egyrészt azért, mert hogy 2011 óta azóta készült kutatások megerősítették ezt a ezeket a korábbi kirekesztéssel kapcsolatos adatokat. Láthatjuk, hogy a kábítószerfogyasztókkal kapcsolatos társadalmi távolság jottányit sem csökkent, sőt egy hibahatáron belül egy picit azért növekedett 2007 és 2013 között. Vannak olyan jelenségek, ahol kedvező folyamatok látszanak továbbra is folytatódni, ilyen a homoszexualitás kérdésköre, de a drogszakma nem ilyen, bár vannak nálunk rosszabb helyzetben lévő társadalmi csoportok, a börtönviseltek társadalmi csoportja, bár ugye a mi klienskörünk ezen a részben fedésben van ezzel a társadalmi csoporttal, tehát a stagnálás és a kábítószerfogyasztókkal kapcsolatos társadalmi távolságnak nem ad okot semmilyen kedvező elképzelésre, vagy inkább azt jelzi, hogy összességében azért inkább itt súlyosbodó jelenségekről van szó. Nem nálunk van, ez csak így van, ez egész Európában szinte. Kábítószereseket sehol sem szeretik, tehát ebből aztán gondolhatnánk, hogy nincs itt akkor semmi különleges helyzet. Azonban, hogyha azt nézzük meg, hogy a kábítószeresekkel kapcsolatban tartott társadalmi távolság melyik országban mekkora, akkor bizony itt az élmezőnyben vagyunk, negyedik helyen helyezkedünk el az Európai Értékvizsgálat adatai szerint. Tehát ugyan mindenütt hasonló helyzettel küzdenek meg a drogszakmai szervezetek, más társadalmi csoportokat képviselő szervezetekhez képest nehezebb helyzetben vannak a őket körülvevő társadalmi környezet attitűdjei alapján. Azonban nálunk ez a helyzet még fokozottan jelentkezik. De hát ezt nyilván mindannyian érezzük minden nap. Ennek a fokozottságnak egy szép példája volt az a kutatási eredmény, az a 2011-es kutatási eredmény Keretko Péteréktől, amely azt fogalmazza meg, hogy a drogfogyasztókkal szemben társadalmi kirekesztés tekintetében olyan erős folyamatok mutatkoznak, melyek szerint, ha azt kérdezzük a lakosságtól, hogy ki az, akitől vonjuk meg a választójogot, akkor a drogfogyasztókat választják legnagyobb arányban a mai magyar társadalomban. Amennyiben a kicsit szűkebb kontextust, szakmapolitikai kontextust vizsgáljuk, akkor itt a kiszolgáltatottság, forráscsökkenés és kormányzati szakmapolitika tekintetében villantanék föl néhány diát. Tényleg itt is csak a felvillantás erejéig. Ugye ez a kiszolgáltatottság, hát ezt is mindannyian régóta érezzük a bőrünkön. A drogszakmai szervezetek finanszírozási struktúrája nem igazán heterogén, sokkal inkább az állami finanszírozás dominálja, mint más civil szervezetek forrásstruktúráját. Ez a speciális forrásstruktúra különösen kiszolgáltatottá teszi a civil szervezeteket a fő forrás kénye kedvének. Különösen fontos ilyen helyzetben, hogy a fő forrást jelentő állami finanszírozó betartsa azokat a demokrácia azon szabályait, és a szimmetrikus viszonyra törekedjen, amely ezt a kiszolgáltatottságot egy kiszámítható viszonnyá alakítaná át. Ebben számos probléma jelentkezik ma Magyarországon. Ennek egy példája volt például az alacsony küszöbű szolgáltatásokkal kapcsolatos ügy, ami már átevez a forráscsökkenés problémájának a területére. Ez az ügy múlt időben említettem, mert amikor ez fókuszpontba került, az egyrészt a források csökkentése, másrészt azoknak a kifizetése problémái voltak 2012. januárjában. Ekkor készítettünk is a szervezeteink között egy gyors felmérés,
kérdést, amelynek az volt az eredménye, hogy a szervezetek egy része vagy kénytelen volt beszüntetni a szolgáltatását, mások csak csökkentették a szolgáltatás volumenét vagy a szolgáltatási portfóliót, de a fejlesztések a legtöbb szervezetnél elmaradtak. Ez a probléma azóta sem szűnt meg. Ugye most jön az újabb alacsony küszöbű pályázat, és a források rendelkezés álló források azóta sem növekedtek jottányit sem. Madás számos alkalommal lépett fel ennek érdekében a minisztériumban. Jelenleg az előírás, az alacsony küszöbű szolgáltatásokra vonatkozó foglalkoztatási előírásokból nem alapján, vagy azoknak a teljesítése mellett nem finanszírozható a rendelkezés álló normatívából a személyi bérek sem, tehát a személyi háttere sem ezeknek a szolgáltatásoknak, és akkor még nem beszéltünk az eszközigényéről, vagy a rezsi igényéről. Tehát ez egy már két éve húzódó, és napjainkban is központi nehézséget jelentő probléma. És hát a szakmapolitikai prioritások anomáliáit ezt szintén hosszan sorolhatnánk. Én itt csak a prevenció területéről gondoltam bemutatni néhány anomáliát. Ugye a prevenció területén sok kutatás volt még a 2000-es évek során. Tudtuk, hogy az iskolák 80%-ában van prevenció, és körülbelül 280 szolgáltató kínálta szolgáltatásait az iskolai szintéren. Ez egy 10 éves fejlődési, dinamikus fejlődési folyamat eredményeként érte el a szakma. Ehhez képest most ilyen mikroelem szinten látható ott a rendelkezésre álló szolgáltatások kínálata. Éppen tegnap megnéztem az OFI honlapján, most éppen 19 szervezetet ajánlanak, fejlődés van, mert novemberben csak 16 volt még, tehát át kellett írnom egy picit a diát, ez most pontosan 6,7%-a annak, ami a 2000-es évek közepén a kínálatban jelen volt. Hát láthatjuk, hogy milyen minimális százalékban kifejezve a többihez képest, bár itt a elemszámok sem lennének sokkal mutatósabbak. Nem csak az iskolai prevenció területén ilyen drámai a helyzet, az egyéb drogprevenció egyéb területein kvalitatív adatok szerint rendkívül korlátozott a hozzáférés ezekhez a szolgáltatásokhoz, korlátozott vagy kifejezetten ritka, tehát a többség nem fér hozzá, vagy csak néhány releváns helyen kínálnak ilyen típusú szolgáltatásokat. Nincsenek ezekről persze most pontos adataink sem az iskolai prevencióról, sem az egyéb prevencióról, mert nincsenek a tényalapú beavatkozásokat lehetővé tevő kutatások sem, és ezek is a szakmapolitikai prioritások anomáliái közé tartoznak. Mindenre a szituációra, meg hát a hangsúlyozom, hogy sokkal hosszabban részletezhető szituációra reagálásként jött létre a Drogosultság, adtuk be a Drogosultság című projektet a Norvég Civil Alaphoz, amely egy kirekesztett társadalmi csoport segítőinek érdekképviseleti lehetőségeinek fejlesztésére irányult. Ez egy 24 hónapra biztosítja az érdekképviseletünk eszközeinek a fejlesztését. 2013. októberében indult a projekt, és 2015. szeptember 30-áig fog tartani. A projekt célja egyrészt a MADASZ, illetve a drogszakmai szervezetek, tehát a drogszakma támogatása a proaktív alkalmazkodásban, tehát ehhez a szituációhoz való proaktív alkalmazkodásban, másrészt pedig a terület érdekérvényesítés tevékenységének a javítása. Ezek mind a két cél mentén zajló fejlesztések két szinten történnek. Egyrészt a MADASZ-ra irányuló fejlesztések zajlanak, másrészt pedig a bevont 20 szervezet vesz részt ebben a projektben. MADASZ-ra irányuló fejlesztések is egy picit tágabbak azért, mint hogy csak a MADASZ-ról beszéljünk, hiszen együttműködőként mind a 4 ernyőszervezet részt vesz ebben a projektben, tehát a másik 3 ernyőszervezetre is irányulnak ezek az érdekérvényesítési kommunikáció
innovációs vagy egyéb szervezetfejlesztési elemek, hiszen a proaktív alkalmazkodást segítő elemei a projektnek éppen ilyen képzésekből épülnek fel. Itt egyrészt az újfajta civil érdekérvényesítési technikák kidolgozására irányulnak, közösségi marketing kommunikáció fejlesztésre, illetve hát non-profit vállalkozási képzésre, vagy valamilyen klasszikus szervezetfejlesztési képzésre. Bevont szervezetek részére szintén hasonló képzéseket fogunk kínálni, amit kiegészítünk facilitátori és mentori szolgáltatásokkal, valamint vezetői szupervízióval, coachinggal. De a mai nap szempontjából ez csak annyiban érdekes, hogy ez a hátterét jelenti, tehát nem a levegőben lóg ez a két intézmény, amit ma szeretnénk itt együtt kialakítani veletek. A mai nap a másik célkitűzésről szól, a hangsúlyos és proaktív érdekérvényesítő tevékenység országos és helyi szinten a szakmapolitikai kontextus megváltoztatása érdekében. Itt egyrészt van egy országos szintű érdekérvényesítés, ennek részeként létrehozzuk a kábítószerügyi civil koordinációs testületet, ami a következő napirendi pont, majd a drogszakmai civil ombudsman intézményének a létrehozása történik, illetve ezekről az új intézményekről nek a feladatkörét, lehetőségeit próbáljuk itt együtt megbeszélni. És harmadik része a mai plenáris ülésnek pedig a projektív érdekérvényesítő tevékenység helyi szinten, témakörben van, ami gyakorlatilag a KCKT helyi szinten, tevékenységének a helyi szinten való továbbvitelével foglalkozik. Persze vannak a projektnek átívelő tevékenységei, tényalapúság, folyamatos értékelés, nyilvánosság, társadalmi kommunikáció, de hát ez ma már szinte természetes, és a MADESZ mindig is nagyon figyelt ezekre, meg a többi drogszakmai ernyőszervezet is. Itt még egyszer megmutatnám az együttműködő szervezeteket, hiszen ez nem csak a MADESZ projektje, és köszönöm szépen a figyelmet.